Szeretném felkérni Oberlin József rendőrezredes urat, hogy ossza meg velünk gondolatait. Én is tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, David Kultár urat és a helynekem Magyarország képviselőit. Hát, hogy számolgattam az Országos Baleset Megelőzési Bizottságnak 2 év előnye van a helynekenhez képest. Mi 2002-ben kezdtük a baleset megelőzést, legalábbis ebben a formában, ahogy most a Baleset Megelőzési Bizottság működik, és már 2002-ben is foglalkoztunk a cittasság miatt bekövetkezett balesetekkel, és ezeknek a megelőzési lehetőségeivel. Aki figyelemmel kíséri Magyarország közlekedés biztonsági helyzetét, az pontosan tudja, hogy 10-15-20 évvel ezelőtt Magyarországon ebben a tekintetben sokkal rosszabb volt a helyzet. Összességében is sokkal több személyisérüléses baleset történt, sokkal többen haltak meg közlekedési balesetben, és sokkal többen vezettek ittasan, vagy vettek részt a közlekedésben ittas állapotban. Az elmúlt 15 év ilyen tekintetben nem telt el haszontalanul, hiszen már 10% alatt van az ittas állapotban okozott baleseteknek az aránya, egész pontosan most 8,5% körül járunk, de volt ez a szám 15-16, sőt egyes megyékben 20% fölötti is. Tehát azt tudom mondani, hogy ezen a területen végzett munka az nem haszontalan, viszonylag rövid időn belül, de nagy erők mozgósításával eredmények érhetők el, és köztudomású tény, hogy az ittas állapotban a baleset kockázata jelentősen megnő, tehát nagyon fontos az, hogy Magyarországon sem, és egyáltalán az Európa útjain, vagy akár a világban ittasan senki ne vezessen járművet. A rendőrség régen rájött arra, hogy egymaga nem képes a balesetek számát csökkenteni, ezért hozta létre az Országos Baleset Megelőzési Bizottságot, és a társadalom különféle szereplőivel közösen végzünk most már évtizedek óta közösen munkát, és arra is rájöttünk, hogy vannak ügyek, amelyek nem maradnak meg Magyarország határain belül, tehát bizonyos tekintetben nemzetközi porondon is meg kell jelenni a dolgainkkal. Így nagyon örülünk neki, hogyha egy ilyen nagy világmárka, mint a helyneken egy nagyon fontos ügyhöz társul, és társadalmi kötelezettségvállalásának tekinti azt, hogyha alkoholtartalmú szeszes italokat gyárt, akkor ahhoz tegye azt is hozzá, hogy ennek is már vannak a feltételei, hogy mikor, hol, milyen körülmények között és mennyit fogyasztunk. Hát nyilván ez a járművezető semmilyen körülmények között nem fér össze. Én a rendőrség részéről azt tudom ígérni, hogy mindenben támogatjuk a helyneket, ami ezzel a tevékenységgel, ezzel a fajta kommunikációval kapcsolatos, és köszönettel fogadjuk az ő felajánlásokat ebben a tekintetben. Ha többen mondjuk ugyanazt, és sokszor, akkor előbb-utóbb elkezdik majd elhinni, hogy ez igaz. Köszönöm szépen a figyelmet.